A Tamásik indul Kupola galéria falai ismét megteltek alkotásokkal. Ezúttal Ziegler Németh Ferenc festőművész tájképei segítenek a látogatóknak egy kicsit elszakadni a való világtól. A képek segítségével egy igazi időutazás részesei lehetünk, hiszen számos festménnyel a tavaszba, nyárba repülhetünk. Az alkotás több mint 2 évtizede van jelen a kiállító életében. Tavaly volt 25 éve ennek igazából, hogy bejött az életembe, vagy hogy találkoztunk egymással. Végül is a története annyi, hogy egy család nyaralás alkalmával Hajdúszoboszlón jártunk, és ott a fürdő bejáratánál portrét rajzoltak ott, mint ahogy az lenni szokott nagyon sok helyen, általában ilyen üdülő vagy fürdőhelyeken. És akkor ott egy kicsit úgy leblokkoltam, és nézegettem, hogy mondom, egy ceruzával mire képes az ember, már aki úgy ért hozzá, vagy aki szereti ezt művelni, és hogy aztán másnap volt az, amikor egy séta alkalmával az egyik kerítésen festmények voltak kiaggatva, tudom, egy ilyen sarkon, egy ilyen teleknek a sarkán. És akkor ott is elidőztem, nézegettem, és utána eltelt ez a pár nap, hazamentem, és akkor azóta én ezt elkezdtem, és azóta nem hagytam abba. A pasztell és olajtechnika az, ami igazán közel áll a festőművészhez, de ezen kívül szívesen vesz a kezébe ceruzát és rajzszenet is. A képei minden alkalommal másképp születnek meg. Valamikor megmarad valami, és persze azt rögzítem most már, ugye ott a telefonunk vagy a fényképezőgép, és akkor az alapján a megmaradt élmény, tehát az élményszerűség fontos, illetve egy fotó segítségével. Fejből nem nagyon szoktam festeni, de olyan is van, hogy például helyszínen festek. A Tamásiban látható kiállítás darabjainak nagy része a festőművész utóbbi időszakának alkotásait prezentálja a látogatók számára, de akadnak olyan festmények is a kiállított darabok között, amelyek régebben készültek. Olyanokat hoztam, amit azt éreztem, hogy szerintem kiállítás képesek. Mindig ezt nézem, hogy vegyes legyen nagyjából, hát most portrét direkt nem hoztam, mert tehát ugye úgy gondoltam, hogy inkább csak tájak legyenek főként. Az, hogy az iskola tényleg ugye ezt célul tűzte ki ezelőtt, olyan 25 éve körülbelül, ha jól emlékszem, és hogy elindította ezeket a kiállításokat, ez már egy nagy dolog, mert akaratlanul is biztos a fiataloknak egy bizonyos százaléka megáll, megnézi, elgondolkoztatja, megérinti jó esetben a lelkét, és biztos van olyan is, aki a 25 év alatt ennek következtében esetleg ecsetet, vagy ceruzát, vagy szeret, ragadott, vagy bármit, és ő is elkezdett alkotni. Ziegler Németh Ferenc festőművész kiállítása február 4-ig tekinthető meg Tamásiban a Kindl Kupola galériában.